Nagy tapsal fogadta a közönség Berecz András mesemondót a Pécsi Kodály Központ színpadán. Az ember a tudományáért már gyerekkorától sokat futkos. Mikor az egyik gyermek azt mondta, édesanyám, én nem figyelmes voltam künn az udvaron, hát a kók is, a tyúkra tízszer a legkevesebbre a repült. Hanszó gyermek, tízszer. Tízszer, erig mond meg apádnak. A fenét, anyádnak. Hát, nem, apádnak. Elmondja, édesapám, ha figyelmes voltam, mások helyett is ügyelek. A kók is a tyúkra 12-re repült, jöttem be 2-szer. Igen, igen, ugyanarról, nem, örökké másra, erig mond meg anyádnak. Örökké az ember a magasabb igazságokért egy helybe hiába ül. Én is, amit most elmondok, sok kilométert futkoráztam érte. Azt mondta az öreg, mikor látta az arc kifejezésemen a hiányt, és érezte, hogy más nem, hanem csak ő pótolhat fel. Azt mondta, na fiam, piros alma hult az én bal kezembe. Három fele vágta. Egy legyen azzé, aki ezt a mesét elmeséli. Egy azzé, aki elbeszéli. Egy pedig legyen az enyém. Aranyalma is belé hullott az én jobb kezembe. Három fele kínoztam. Nem az volt a könnyebb. Egy legyen azzé, aki ezt a mesét meghallgatja. Egy azzé, aki meghallja, egy pedig legyen mind a hányunké. Ez volt az első meséje a Kossuth Díjas művésznek, aki házigazda volt az október 16-án tartott gálán. A Kerekvilág Alapítvány megalakulásának 30. évfordulóját ünnepelték, illetve új tervük megvalósításához vártak támogatókat. Itt lépett fel Berecz András, akit a Pécshez kötődő kapcsolatáról, a meséről, történetmesélésről kérdeztünk. Régi kapcsolatom van a Kerekvilág Alapítvánnyal. Én már nem tudom hány évvel ezelőtt, talán mikor Pécset felléptem, az egyik első, az a velük való szövetség volt, nekik tartottam előadást, ahol fogyatékkal élő embertársainkon segíteni lehet, én oda mindig nagyon szívesen megyek, hát most is így történik. Pécshez amúgy nagyon sok szál köt. Jártam én ide Bordal Fesztiválra, itt sok rétegű barátságaim vannak. Ismerem én itt a szőlőhegyeket is, ismerem az óvodákat, az iskolákat. A mese jelenével kapcsolatban legtöbbször a mese elsíratása hangsúly jelenik meg. Én a másik oldalt látom, nem azt, hogy a mese gyengülő félbe volna, hogy ez a mikorunk elnyomná, eltaposná, gyérítené, hanem mintha fordítva volna, egyre nagyobb szüksége van rá, és egyre többen jönnek erre rá. Magyarországon, Európában, Amerikában. Ázsiában azért nem nagyon, mert ott még falu közösségek vannak, és nincs szükség polgári értelmiségi rétegre, amelyik ezt átöleli, fenntartja, újra tanulja. Ott Ázsia szerte még most is többnyire öröklődik, és a maga életét éli. De idehaza, mintha a mese mondjuk így az utóbbi két évtizedben a büntetését befejezte, kikelt a sarokból, térdeplésből, felállt, leverte a nadrágját, és olyan helyeken kezd előfordulni, hogy ő maga se ér rá csodálkozni. Tehát tudom, hogy mesemondók most már ott vannak rendhagyó jegyes oktatásokon, kocsmák fenekén, templomi szószékekben, televíziós adásokban, tehát a mese most kezd szárnyalni.
Néptáncosok, együttesek is felléptek a jótékonysági gálán, mindannyian felajánlva így segítségüket az alapítványnak. Az elmúlt 32 évben, most már 32 éves az alapítvány, csak a pandémia miatt most tartjuk a 30 éves jubileumot. Ebben a 32 évben azt tapasztalhattuk, hogy mindig volt segítség. Gyakorlatilag nulláról indult az alapítvány, semmilyen háttere nem volt. 33 magánember úgy gondolta, hogy létre kell hozni egy olyan szervezetet, amelyik a fogyatékkal élőknek a beilleszkedését segíti, igazából az emberhez méltó életnek a megélését. És aztán, amikor először nappali intézményt hoztunk létre, aztán iskolát, aztán támogató szolgálatot, és most a lakhatásra próbálunk megoldást találni. Most is összefogásban bízunk, hiszen saját magunk nem tudnánk ezt megvalósítani, de nagyon úgy tűnik, hogy lesz is. És nagyon hálásak vagyunk ezért Berec András művész úrnak, aki ráadásul harmadszor vállalta el, hiszen az elmúlt két évben már meg akartuk rendezni ezt a gálaestet. És a Misina Tánc Együttes, Zengő Együttes is nagyon sok fiatal tehetség, mindannyian természetesen felajánlják a támogatást az alapítványnak, és ugyanígy meg kell köszönnöm a Pécsi Önkormányzat felajánlását is. Ugye minden évben meghirdetik, hogy a Kodály Központot lehessen használni bizonyos civil rendezvényekre gyakorlatilag önköltségesen, ezt mi is megkaptuk, ezt a lehetőséget, köszönjük szépen. Ebben a kertvárosi elhanyagolt épületben akarnak új lakáshotont építeni az alapítvány tagjai. Ebben egy pályázat segíti őket, de a támogatási összeg kisebb, mint ami a beruházáshoz kell. A jótékonysági gála és bevételét is a lakóotthonra fordítják majd.